Megtartotta éves beszámoló gyűlését és vállalkozói fórumát a VOSZ, Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének vármegyei szervezete a Merkur Székesfehérvár Magyar Királyban. A találkozón a VOSZ tájékoztatást adott a szövetség munkásságáról, valamint a Fejér megyei szervezetek összefoglalást adtak a tavalyi év során végzett munkájukról. Az eseményen részt vett Cserpalkovics András polgármester is, aki kiemelte, a vállalkozások fejlődése nélkül a város maga se tudna fejlődni. A VOSZ nagyon fontos stratégiai partnerünk, hogy nagyon sok vállalkozás tömörít vármegyei és városi szinten egyaránt, és nyilván mindig egy ilyen éves taggyűlés, közgyűlés az alkalmas arra, hogy egy kicsit az eredményeket mi magunk is megismerjük, és azt is megnézzük, hogy milyen problémák merülnek fel a vállalkozások mindennapjai tekintetében, amiben egy önkormányzat támogatás segítsége tud nyújtani. A VOSZ egy több mint 30 éve alapított szervezet, amelynek elsődleges célja és küldetése a magyar vállalkozások működésének támogatása. Az elmúlt három év talán a rendszerváltás után egyik legkeményebb időszak volt, tele különböző válságelemekkel, a Covid-tól a háború, az energiaválság, infláció, és még sorolhatnánk. A jó hír az, hogy a vállalkozók többsége ezt jól kezelte, tehát válságkezelésből a magyar gazdaságon, magyar vállalatok jól vizsgáztak. Nagyon kevés vállalat volt, aki ezt az időszakot nem tudta abszolválni. A rossz hír az, hogy a fejlődés, a gazdasági fejlődés nem indult még be. Eppel János hozzátette, ha beindul a gazdaság, a VOSZ kész minden eszközzel a magyar vállalkozásokat segíteni. Az eszközök között a Széchenyi Kártya program a legismertebb, államilag garantált és államilag támogatott kamatokkal biztosítunk legkedvezőbb, legelérhetőbb forrást a vállalkozásoknak. Ez a program tovább megy a következő években is. Szeretnénk a szolgáltatások körét kibővíteni, és helyszínen minden vármegyében, legalább egy helyen, de ha lehet, több helyen elérhetővé tenni. Az elnök elmondta, rövidesen Székesfehérváron nyitják meg a VOSZ kiemelt irodáját, ahol egyre bővülő szolgáltatásokkal szeretnék a vármegyei vállalkozókat segíteni.